testi-lelki egészségének megtartása, eredményes oktatás, nevelés. Gyermekeink lelki életét Iványi László Esperes plébános és az irányítása alatt dolgozó hitoktató helyeket. A következő percekben átadom itt a szót László. Kedves szülőket, kedves érdeklődőket. Igazgató úr a sportcsarnokban mondott egy beszédet, és abból egy kis részletet szeretnék kiemelni, hogy napról napra értékesebbek legyenek. Elhangzott. Hát azt hiszem, hogy ennél jobban nem lehetne összefoglalni a katolikus iskolának a célkitűzését. A kereszténységnek és az egyháznak kezdetül fogva fontos és kiemelt célja volt ez. Jézus végrendeletként hagyta ránk utolsó mondataiban, amikor búcsúzott az apostoloktól: menjetek el az egész világra, tegyétek tanítványom már mind a népeket, keresztétek meg őket az Atya, Fiú és a Szent Lélek nevével, és tanítsátok őket mindannak megtartásra, amit én parancsoltam nektek, és én akkor veletek veszek a világ végét. Jézusnak ezek a szavai úgy is lehet mondani, hogy végrendben. Ezzel küldte a világba az apostolokat, és el is indult. El is indult ez a kis maroknyi tanító csapat, az apostolok. És valóban az ő munkájuk, ténykedésük nyomán valóban meghódították az egész világot. Ez a kereszténység elterjedt már az egész világon mindenki. Azért mondtam be vezetőként, hogy tulajdonképpen a keresztény tanítás és értékrend velük indult el, és tulajdonképpen egy új világrend, egy új kultúra, egy új gondolkodásmód, egy új erkölcs indult el az ő munkásságuk miatt. Ez immár 2000 éves. 2000 éves kincs, értékrend halmozódott föl, mondjam azt, az egyház lelki raktárait. És ebből szeretnénk adni, átgyújtani azzal, amikor az iskolában keresztény katolikus nevelés volt. Gondolom, már sikerült bepillantani az iskola életébe, értékrendjébe. Úgy látom, sok szépet, gondolom, sok szépet és értékes dolgot tapasztaltak már a kedves szülők. Az iskola tanító nevelő munkáját mi azzal szeretnénk még plusz segíteni, hogy a keresztény gondolkodást, a keresztény értékrendet is szeretnénk átadni. Ahogy mondottam az elején is, új világrend kezdődött ezzel, amikor az apostolok elindultak. Egy új világrend, amely erkölcsöt, kultúrát, tartást, hitet, optimizmust ad az embereknek. Európai kultúrák, és nem csak az európai, hanem a világ kultúrának is az alapja a kereszténység. Elmúlt évtizedekben nagy hátrány volt, hogy ezt a kultúrát igyekeztek elfelejtetni az emberek. És ma már odajutott a világ, hogy nagyon sok alapvető kulturális dolgot, ami az általános műveltséghez hozzátartozik, nem tudnak, ami a kereszténységre, a Biblia tanítására jut. Kereszténység nélkül és a Biblia tanítása nélkül nem lehet megérteni az irodalmat, a zenét, a képzőművészetet. Egyszer a televízióban is láttam egy betéltelőt, kézre ment valami, nem tudom, milyen kvízműsor volt, méghozzá egy doktor valaki jutotta kínvallató atyán, tehát próbálta megnyerni a főnyereményt, de is jó szerepet mindenben. De amikor a kereszténységgel kapcsolatban tettek föl kérdést, a legalapvetőbb kérdés nem tudott válaszolni. Nálunk alsó tagozatban már tudják a gyerekek, azt hiszem, talán pont a vízkeresztet kérdezte, hogy mit ünnepelünk vízkeresztet. Kedves testvérek, kedves szülők, vannak dolgok, amik hozzátartozik az Európa és a világ általános műveltségéhez, amit a kereszténység jut és tartalmaz. Hát mi ezt a kultúrát szeretnénk átadni, amikor iskolában keresztény tanítás és nevelés folyik. De tovább lépek, a kereszténység nem csak egy kultúra, nem csak egy eszmekör, nem egy ideológia, ez egyáltalán nem, hanem egy életmód. Életmód, ami az embernek a saját lelki világában is
útmutatást ad, eligazítást nyújt, főleg nehéz időkben, de máskor is. Tehát nem csak kultúra, nem csak műveltség kérdés, hanem az embernek a lelki világát is erősen meghatározza. Tehát nem csak tanítjuk, hanem neveljük is. Hát ezt a cél szolgálják az iskolában a hitoktatók, akik órarend keretében tanítják a hittanit. Ha valaki ebben az iskolában jelentkezik és még nincs megkeresztelve, az sem akadály, nyugodtan jöhetünk és szeretettel várjuk. Bármikor pótolható, iskolás korban már az a föltétel, hogy járja a hitoktatását, itt ez alapvetően megvan. Ha mondjuk korábban nem keresztelkedett, itt lehetőség van rá. Aztán később, ahogy annak katolikusoknál szokás, első áldozás és vérvállás is lehetőség megvan rá, és ebben segítünk, és mindent szeretnénk elhúzni a kedves tanulóink. Megtartjuk az egyházi ünnepeket is, karácsony, húsvét, pünkösdöt, nagyon szép hőstúrva programmal készülnek a gyerekek, ott a templomban előadnak. De milyen iskolában tartunk át egy gyertyagyújtást, majd most nem sokára lesz nagybőti lelki nap a gyerekeknek. Ezen kívül a tanévet is most már évnyitó szemlésével kezdjük, haza fogjuk zárni. És nagyon-nagyon sok mindent, amit a kereszténység nyújt, próbáljuk most, hogy fokozatosan bevezetni, és próbálunk egyre többet gyújtani a gyerekeknek ezen a téren. Hát nem tudom még, hogy ha valamire kíváncsiak, és amire nem beszéltem, nyugodtan tessenek föltenni a kérdést, mert nem tudom, mi a kérdés szülőket, ilyen szívesen válaszolást tudok. Hát akkor azzal fejezném be ezt a rövid gondolatmenetet, ahogyan kezdtem, hogy napról napra értékesebbé váljanak. Hát mi ezzel is szeretnénk, hogy értékesebbé váljanak, mert nem csak egy kultúrát, hanem egy életmódot, egy gondolkodást, egy értékrendet, egy elkülönbözőt is szeretnénk átadni a keresztény nevelésre. Ebből is szeretnénk segítséget lenni a szülőknek és a társadalomnak. Köszönöm szépen!